Mindenkinek ez itt valami új, ezt úgy hívják, hogy póker, és ezt úgy hívják, hogy idióta kliensemben sokat pofáznak. Ha néhány nem túl nagyon nézett streamemben ott voltatok, akkor tudjátok, hogy én néha szoktam online pókerezni. Voltak éppen olyan, mint a Hearthstone, csak kevésbé izgalmasak benne a lapok, és gondoltam, hát ha valójában itt az érdekel most a csatorna renovációs projektembe, ez is így belefér. És gyorsan nem tudok megtanítani embereket pókerezni, úgyhogy ez elsősorban azoknak szól, akiknek nem kicsit vagy nagyon ismerik a játékot, vagy akik értékelik a csöcsös rajzolt nőket, mert ők is maradhatnak. És mindenképpen, miközben ez az ember kemény $1.44 elvisz magának egy ászhatossal, mindenképpen írjátok meg New hand. It's your turn to act. Meg kéne várnom a nagyokat, de nem fogom. Szóval mindenképpen írjátok meg, hogy mit gondoltok erről. Check. Hogy láttok-e benne fantáziát. Alapvetően én mindig bajnokságban játszom, de a készülődős játéknak az a csodái bármikor abban lehet hagyni. És mint ilyen kényelmesebb, ami a videótást illeti. Nem kell egy ilyen sok órás sessiont végigvennem. Tehát abszolút semmi nincs, egy tízesen lenne egy sorom. Van két káló nálam, semmi nincs. Miért szórakoznék ezzel? Semmi okom nincs rá. Játszanak csak ők. Szóval ez a formát egy kicsit, bár nem annyira a kedvencem, meg nem vagyok benne annyira otthon, sokkal jobban szeretek kis pénzzel nagyot nyerni sok próbálkozásból, mint nagy pénzzel nagyot nyerni, vagy nagyot veszíteni. Rövid idő alatt. It's your turn to act. Nine Dunker. Fold. Oké, hogy öten vagyunk, de a dáma hármas öttel még nem tartozik a világ legjobb lakjai közé. Szóval ezt tekintsétek olyan kis bevezető epizódnak, nem is szállom ezeket túl hosszúnak, ilyen 10-30 perces okosságig, semmi különleges egyébként, mert meglátjuk, hogy alakul, ha egyáltalán szeretnétek, hogy legyen még ilyen. Vajon megadja-e? És megadta 20 cent. Itt álmok fognak romokba dőlni, és gazdaságok fognak csődbe menni, emberek. Szóval ez egy kis próba koncepció, miközben itt műdrámát próbálok csinálni, hogy passzolgatnak oda-vissza. Hát valamit emeltek, úgyhogy ha az egyiknek sincs ásza, akkor vagy nagyon tudják, hogy mit csinálnak, vagy nagyon nem tudják, hogy mit csinálnak, mind a kettő lehetséges. Ötös ugye sorukban királya nincs, van nekik két pikkjük, és soha nem fogjuk megtudni, hogy mi lett volna, ha kimondhatott nevű csókány megadja, ő pedig megmutatja, hogy hát volt egy dámája, lehet, hogy mellé volt egy ásza is, ezt már sosem fogjuk megtudni. Ez meg egy elég jó kéz, úgyhogy fogadok, hogy mindenki eldobja. A készfőzős játékban az a szomorú, hogy ami ez, ugye a két fő formátum, nem tudom mennyire. It's your turn. Hát ezt nem dobjuk el, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Ezért ne feledjük, hogy itt a faszi a, hát kevesebb, mint $4 van, és berakott 50 centet, és ezt most örülök, hogy 4-en megadtátok, és egy ilyen fosadék flop lett a jutalmam érte. Hát lehet, hogy akkor én ebből köszönettel kiszállok, csak azért, mert 3-an vannak. Ha egy-egy kettő lenne, akkor azt mondanám, jó, lehet, hogy őket se találtál, és jobb az ász 9-en, mint ami nekik van. Mivel 3-an vannak, és ugye hát itt valakint egy $2 van, és betett már egy felet, ő nem nagyon engedheti meg magának, hogy elhúzzon. Úgyhogy mindenki passzol. Van egy káró ászom, ami ugye hát technikailag az... It's your turn. Ez vagy egy orbitális kamu, vagy lett egy flösse. Ha van egy flösse, akkor... Hát kevesebb a szokásos 1-5-nél ahhoz, hogy behúzzam, ugye 18% lenne egyébként. Fold. Ha emlékezetem nem csal, így viszont ha még nála is van két káró, még kevesebb. Ami ennek ami mint bankies pocsék, ha pedig bekamuzott $2, örüljön, akkor ügyesen csinálta. De akkor közben itt mesélek nektek egy kis apróságokat, és kérlek írjátok meg, hogy ez a dedó színvonal-e, vagy esetleg tanultok is belőle valamit. A legegyszerűbb, legalapvetőbb dolog, amit mindig megkapok, hogy úristen, hát a póker a szerencsejáték. Na, a póker sokkal inkább hasonlít a Hearthstone-ra, mint a ruletre. És remélem ez egy olyan példa, amit ti mind szintén kockafejségben társai megértetek. Ugyanis van benne... Check. Én éreztem az, hogy 3 helyzetesen volt, egy pillanatra ezt zavarodtam.
Szóval van benne egy véletlenszerű elem, és ez rövid távon abszolút kihat a játékra, de hosszú távon, hogyha érted, hogy mit csinálsz, akkor tudod biztosítani, okay, hogy, new hand, hogy nagy valószínűséggel te nyerjél. És hogy a matematika törvényszerűségeinek megfelelően, hogyha te úgy játszol, hogy az esetek nagy részében százalékosan előnyben vagy, akkor hosszabb távon nyerni fogsz. Ha nem így történik, akkor valamit rosszul csinálsz, és akkor jövök én, és remélhetőleg elviszem a pénzed. Nem mondom, hogy nem fogjuk befejezni, hogy elbukom mind a 10 dollárt, szerencsére nem sok pénzhez képest, amit a, az oldalon a rendelkezésemre áll, annyiban nem is szabad játszani, ami megütne, ha elveszítenéd, mert akkor ugye pont ezért, mert hosszú távon tudod biztosítani, hogy nyersz, rövid távon nem érdemes nagy összegeket kockáztatni a rendelkezésedre álló összeghez képest. Belakadtam a saját gondolatomba, amiért kár. Szóval még a legtöbb... Mit kapunk? Aztán folytatom a gondolatot. Jó, hát ez a kettő eldobja, talán megadom, vagy emelek. Így, hogy ő megadta elsőből, ugye közvetlenül volt az első, aki akciózott, és mint ilyen neki... Kicsit jobb keze kell, hogy legyen, mint ha én csinálnám ezt az ő helyében, mert ő még plusz két emberrel kellett, hogy számoljon, mintha én lettem volna helyében, és ők ketten eldobták volna. Check. Valószínűleg túl jó játékot feltételezek ezekről az emberekről, de hát... Check. Nem érdemes hülyeséget feltételezni, amíg nem tudod, hogy hülyék, mert azzal általában szívnál. Szóval, amikor az emberek leszerencsejátékozzák a pókert, akkor általában az olyanokhoz hasonlítják, mint a blackjack vagy a roulette, ahol a ház ellen játszol, a kaszinó ellen játszol, és hosszú távon matematikailag adott, hogy veszteséges leszel. Kivéve, mit tudom én, megcsinálod azt, hogy ugye kártyaszámláló vagy, mint a 21 lasszög az ostromában, de hát az is egyébként matematikára épülő megoldás volt a problémára, és a játék alapvető szabályaival nem véletlen ütközött. Olyan információval rendelkeztél benne, amivel egyébként nem számolták, hogy a pakliban hány kicsi és hány tizetérő lap ment ki, mert az alapján mások voltak az esélyek, és úgy ültek be. Fold. Cool. De a pokerben nem a ház ellen játszol, hanem más emberek ellen. Húha, de megmondta. Rosszabb királya a veszít. A szívás, mint volt. Okay. New hand. Azt a világ legjobb lapja, hát ezzel biztos mind a 10 dollárt be fogjuk tolni, emberek. Szóval itt nem a ház ellen játszol, hanem más emberek ellen. És a szervezőnek itt ugye ennek az online oldalnak, mint a PKR, PKR nevű, hát nagyon béna játékosokkal tele lévő oldal, tehát én vagyok különösebben jó pókeres, de ahhoz eléggé, hogy itt egy, hát egy elfogadható zseppénz nyereséget összeszedjek szépen lassan. Nem játszom mostanában olyan sokat, de bőven pluszban vagyok, maradjunk ennyiben. És a szolgáltatónak, a szervezőnek abból van nyeresége, hogy te ott ülsz és játszol. Az neki mindegy, hogy a pénzt, ami az asztalon forog, te nyered meg vagy én. Ugyanis ez úgy néz ki, bajnokságokban úgy néz ki, hogy mit tudom én ezt. Hát még a hatan is ülünk, ez elfogadható, de akkor sincs kedvem hozzá, főleg, hogy gondolat közepén vagyok. Szóval... és még veszünk is, csodálatos. Rég vettem fel videót. Szóval a nyeresége a háznak, a szervezőnek abból van, hogy te játszol. Egy bajnokságban például úgy néz ki a nevezési díj, hogy 1000 plusz 100 forint. És 10 játszunk, mondjuk ez egy egyszerű kézenfekvő példa lesz kerek számokkal. 10 játszunk, befizetjük ezt az 1100 forintot, minden egyes 1100 forintból 1000 megy a eremény alapba, amit majd szétosztanak, és 100 megy a szervező zsebébe. Tehát minden egyes ilyen versenyért 10x100, ez egyenlő 1000 pénzügyi ilyen markokat, a maradék 10 000-et pedig szétosztják az első három helyezett közt. Ha te rendszeresen az első három helyezetben vagy, akkor te nyereséges leszel. A szervező pedig akkor is tök mindegy ki nyer, tök mindegy mi történik, amíg zajlik a játék, neki jó. Az ilyenfajta játéknál, ahol ugye készpénzes játék és adott összeggel mész oda, láthatjátok majd, hogy minden egyes, nem tudom, látszik a kurzorom egyébként. Let's see. The river. Minden egyes kasszából elvisznek egy kis adagot, amelyiket azt hiszem most olyan kicsit van a oldalom. Ilyen 10-20%, lehet, hogy 1 dollár volt és csak 90 centet kap meg. Tehát nem elég, hogy nyerned kell, hanem eleget kell nyerned ahhoz, hogy ezt a hatást kiküszöböld. Ez számít. Ezért sem szeretem ezt a formátumot annyira, csak egy verseny az meg több órás. It's your turn to act. Hát te nem csináltál semmit. Raise. Ha eldobod, akkor ez nekem kényelmes.
Ez vagy nagyon jó neki, vagy nagyon szar. It's your turn. És szerintem nagyon jó, ha ez $2 blöffölget, akkor jó. Igazából lepasszolhattam volna, de mivel csak megadott 5 centet, igazából nem gondoltam, hogy olyan jó lapja lenne. Elgondolkodhatunk az, hogy milyen lap az, amiben megadta nekem korábban, és most hirtelen emel, de rengeteg ilyen lap van, egy dáma kicsi, egy király kicsi, egy anyám kínja. Igen, szóval... Köszi, hogy megmutattad, okay. Hogy jó döntés volt. Hát az az emelés talán nem volt feltétlenül jó döntés. Ez egy full asztalnál nem annyira Call. Jó kéz, ugye minél többen játszatok annál Call. Kevésbé számít egy lapnak jó, egy lap jónak, nem szeretném, ha itt ötten jönnélek, úgyhogy emberkedjünk egy kicsit. Ketten vagy hárma maradnánk, azzal egész elégedett lennék, bár hát négyen maradtunk. It's your turn. Hú. Na jó, hát akint is egy ilyen gyáva picuri emelést szeretnék megtenni, hogy azt higgyék, hogy ez egy nagyon béna kamu, ami baromi olcsó és tuti, hogy megadják. Az egyetlen dolog, amitől most félnünk kell, az hát egy kettes pár, amivel én nem szeretnék nagyon kalkulálni, de egy királybubi vagy egy ászbubi, ami ugye azt jelenti, hogy neki is három bubija van, csak mellette magasabb lapja. It's your turn. Most minimális esélye van annak, hogy itt egy 10-es-8-assal valaki sorra vár, vagy két körrel egy flush-re, de ez több okból is valószínűtlen, egyrészt azért, mert azon nem adták volna ezt meg az előbb, de szeretnénk biztosítani, hogy... Be. Nem tudom, adtam elég jól van kiesélyt nekik erre. Na jó, ha bubija van, akkor osztunk, mert három bubi, két 9-es ugye, és teljesen mindegy, mink van mellette. Úgyhogy én attól tartok, hogy mi ezt el fogjuk osztani, de meglátjuk. Tök ugye mennyit emelek, úgyis 85 centről nem volt kezdem kikeresni. Nem volt semmije. Nem tudom, miért ragaszkodott ez a két magas laphoz, és miért adott meg vele. 1-2-3-4 emelést, preflop emelés érthető. Egy szar flopra, miután valaki emelt és valaki megadta, ezt be kellene... Hát nem feltétlenül kell bedobni, ugye ilyen kevés részvevős játéknál. És az előző kéz alapján azt gondolják, hogy én emelek jó lapon van. Úgyhogy elvittem ezt a kis ingyenpénzt. Szóval okay. Viszont utána végén miért adta It's meg a negyedikeset? Oh. Na jó, legyen előzetek belőlem. Gondoljátok azt, hogy ez egy undorító kamu, és verjétek rám az asztalt, és dobjatok be ebből árt, hogy most már elijesztetek, hogy ne terrorizáljalak egy titeket, ez a terv. Hát ez úgy szar, ahogy It's van. Ha csekkolt, akkor ő engem most vagy be akar húzni a csőbe, vagy nincsen semmije. Ha passzolok, nem tudok meg semmit. Mint hogy ő se tudott meg semmit, ha csak egy csapdát állít. Ez most vagy egy dupla bluff, amit nagyon kétlek, vagy van egy király, vagy egy ászló, és most szivat. Úgyhogy ezt is igazából el kéne dobni. Most csak azon gondolom, hogy megmutassam nekik. Nézd meg. Higgyelj csak azt, hogy én mindig őszintén jó lapokkal emelek. New hand. Igen, Bonit írja, hogy volt egy ásza, amiért sejthető volt. Tehát az a kivárás emelés, az egy jó húzás volt a résztéről. Nekem muszáj volt folytatólagosan emelni. Miért adtátok el, tök jó lapom volt megint. Tehát muszáj volt emelnem ott, miután passzolt, mert ha nem passzolok, nem tudok meg semmit. Arról, ugye erre mondják, hogy a póker az információjátéka, lehet, hogy valamennyi pénzt én most beáldoztam, de azzal az emeléssel én megtudtam, hogy mire megy ki a játék, hogy tényleg van-e lapja, vagy nincs semmije. Ha passzolok, semmit nem tudok. És azzal, hogy ő passzolt, ő vagy hibát követel, mert ugye nem tudja eldönteni, az én emelésem az értékhívás, pénzre megye, vagy fog már be hülye beszámoló emberke. Az apart ideket, ez a sok duma, akkor, ami már nem tudom, hogy a poker kliensből olyan szóját, azt nem tudom némítani, magamnak leszoktam, csak gondoltam, ne legyen teljesen néma, ez ugye nincs semmi háttérzene, semmi. Lehet, hogy megkeresek ilyen royalty free YouTube nem bassz meg érte zenéket. Na most már hatan vagyunk, szeretek hatfős asztalokon játszani, amint ketten beültek, kis plusz pénz, amit el lehet szedni. Ez a bubi 9, ez annyira, hát nem szívbe markoló, és hogy ők ketten automatikusan játékban vannak. Ha ő eldobja és ők ketten passzolnak, akkor talán emelek, de nem tudom. Távozik. Hát a $10 is ült be, akkor is keresett hetet. Check. It's on you. Rossz. Szóval ketten pasztoltak, ugye ne felejtjük az ő esetükben, az, hogy ők beraktak valamennyi pénzt, az semmit nem jelent. Fold. Az csak annyit jelent, hogy passzolnak, ez a kétszer-két véletlenszerű lap. Ezért voltam így agresszív, de van egy megadásunk, én ülök a gombon, ami azt jelenti, hogy mostantól kezdve mindig ő lép előbb. Ez a 3-4-6 egy undorítóan szarflop It's mind a kettőnek, úgyhogy
neki most semmilyen nincs. A kérdés az az, hogy elhiszi-e nekem, ha én most emelek, de erősen kétlem, de most úgy emelek, hogy később emelek tovább. Van egy nagy párja, most nagyon-nagyon megszívom. Ez egy harmadik pikk és egy ász, ez egy nagyon ijesztő lap. Kérdés, hogy ki ijed meg tőle. It's your turn. Hát nekem kell megijedni, mert annyit rakott be, tehát hogy vegyük észre, hogy a rendelkezésre álló pénzének a felét berakta, tehát hogyha én most azt mondja, hogy hú, ez kamu és visszaemelek, akkor már csak azért is meg kell adni a nagy valószínűséggel, annyi pénzt tolt be, hogy nagyon jó otcai lennélek. Fold. Ha ez egy kamu, akkor kalapot le, akkor ügyesen csinált és bátor volt. New hand. De szerintem úgy témat egy ász kicsia, vagy valami, ebből passzolt flop előtt, és egy szar flopra nem dobta el, aztán lehet szó, hogy az ász. Fold. Raise. Igazából az volt a fura flop, hogy lepasszolt, aztán megadott vele egy nagy emelést. Vegyük észre, hogy amióta ideült a csöcsös néni, ő semmit nem csinál. Let's see the flop. Tehát valóban nem úgy játszik, mint én, hogy mindenbe belenyúlkálok, ez a 9-2-es milyen undorítóan jó lenne most egyébként, senki nem hinnél, ha erre emelgetnék, főleg nem az előző kéz után. Úgyhogy valószínűleg, ha valaki ritkán játszik, valószínűleg jó lapokkal teszi. Tehát ilyen dupla, trifla, négyszeres, ötszeres bluffökben nem érdemes gondolkodni, főleg nem ilyen 5-10 centes szinten. Tehát, hogy new hand. Nem a világ legjobb játékosai van, meg itt én sem vagyok az. Ho-ho! Nem nagyon szoktak ők preflop emelgetni, hogy én teszem. Ha mindenki eldobja, az szomorú, de nem akarom, hogy valami kis szar megadja és bejöjjön. Négy nagyvak sem elég nagy nekik, ami érsző. Na jó, én most vagy nagyon sok pénzt veszitek, it's on you. Vagy eldobják, be. Vagy megadnak még egy-két emelést, és utána dobják el. De én most elveszíthetek egy beülőt simán. Úristen. 4, 5, 6, 7. It's your turn to act. Tehát az az alapfelállás, hogy egy erős lappal jöttek be, mert megadtak egy korai emelést. Ergo egy ilyen fosadékkal nekik nincs soruk. Tehát, hogy egy hármas tartalmazó lappal ezt nem adják, de a tény, hogy mind a kettő benne van, az nagyon valószínűsíti, hogy én most szívok. Viszont hát egy a hathoz esélyem kell, hogy legyen, hogy ezt megnyerjem. Ahhoz, hogy bejön az ász, az egy a húszhoz. A harmadik ász, tehát abban én nem gondolkodnék. Plusz ugye ő még berak 1,6-ot azzal, hogy számolni kell. Tehát, hogy ha van a sora, akkor én ezt nem fogom megnyerni, azért nem elégszer, hogy ezt megérje megadni. És az, hogy az all-in, az még gyanús, de az, hogy egy megadta. There you go. Hagytam magam kiütni egy olyan valamit. Bubi öttel megad 4 nagyvakot, okay. Preflop, beszarok. Azt gondoltam, hogy valakinek ezt most tudjuk egy kicsit itt nézegetni, azt gondoltam, hogy ász 8-asa van. Fold. Hogy egy lazán megadott egy ász 8-assal preflop, bejött neki a sorhúzó, nem dobta el, bejött neki a sor, betolta. Azt így ötös párról ezt megcsinálta, az hát az, hogy bátor, az egy enyhén kifejezés, az ostobát használom rá. 2 a 7,5-hez, hát majdnem 1 a 4-hez, tehát ilyen 20% nyerési esélye, ez már nyereséges, ami meg szinte biztosan lesz. Meg egy it's nagyon jó you. Flop, és most azt szeretném mindenki elmegy a picsába. Valakinek van egy 6-os, 7-ese, akkor nem nyerek. Azt, hogy ő megadta flush húzóval, azt most nem fogom tudni nektek gyorsan kiszámolni, hogy megérte, nem hiszem. Az lenne itt az első tippem, hogy az nem érte meg. Ki kell néznem, hogy mennyi volt bent, és mennyit kellett neki megadni, hogy ilyen 1 az 5-hez esélyben, 18%. Az, hogy egy 5-ös fára betolta, aztán meg is nyerte, hát... And here's the turn card. 35 centje van, tehát ezt nem fogja eldobni. Én abban bizony, hogy két fölé lapja van, vagy megint egy fölös húzóval szórakozik, mert akkor jók vagyunk. All in. There you go. Vagy abszolút semmilyen nincs. És behúzza a sort, jó van. Lyuk sorra... Okay. Azt hiszem kicsit túlbecsülöm az ellenfelem intelligenciáját, de ilyenkor nem szabad elkeseredni, tehát ilyenkor az történik, hogy amikor meghozom a döntéseimet, megint, amikor mind a ketten bedobjuk az összes pénzünket, nekem volt a magasabb nyerési esélyem. Tehát ezt 1000-szer megcsinálnánk, akkor én nyereséges lennék. Ezért fontos az, hogy nem itt $500-ban játszok, mert annyim nincs is. Annyira szar, hogy nem adom meg. Tehát, hogy azért fontos, hogy ne $500-ban játszok, amennyim nincs most ezen az oldalon egyébként, mert valamelyik kivettem nemrég, hogy örüljek, hogy nyertem. Mert akkor egy ilyen veszteség
tönkretesz. De így, hogy beraktam 10 dollárt, most ezt el is veszítem, nem a világ vége, és hogyha rendszeresen olyan helyzetekben manőverezem magam, ahol hosszabb távon nyerni fogok, akkor hosszabb távon én pénzt fogok keresni, mint ahogy teszem is. Okay. Szóval az ilyenek nem bántanak annyira. Nyilván nem örül az ember, hogy behúzzák ellene a nyerőt, és elveszik tőle a neki járó pénzt. Igen, az ászos fáj egy kicsit jobban. Tehát hogy nem láttam még, hogy milyen lapokkal tolnak ők be, nem élhettem azzal az előfeltételezéssel, hogy ezek hülyék. És mint ilyen, nem... Tehát az a reményjáték. Remény játszani meg nem jó. Tehát ha abban bízol, hogy az ellenfeled hívát követel, akkor te hosszú távon szívni fogsz. It's your turn to act. Azt kell feltételezni, hogy a lehető legjobb játék, hogy nyújtják az ellenfelek, és úgy is megnevezik. Sincs értelme játszani. Két fölé lapon volt, de ilyen összeökötött, nem megettek. A flop előtársa, hogy nem két magas lappal nyomják, tehát ez lehet, hogy segített nekik. Aztán azóta meg emelgetnek, mint az elmebetegek, tessék, flop sor. Ez meg a nagy büdös semmi. Ez az ember tud pókerezni? New hand. De jó, végére bejött egy ásza, amit én ezzel nem adtam volna meg, a harmadik flush-re betolják, és végig volt egy sor húzó. De ugye a flopon, egy lyuk, flopon törnön lyuk sorra, hát a flopon egyszeres lyuk sor, ugye egy hatossal lett volna sorra, meg két fölé lap. Nem tudom, én a két fölé lappal eldobtam, nem hiszem, hogy a lyuk sor miatt az úgy jobban megérné. A kettesnek hál, ugye hármassal és hatossal is sorra lett volna. Nem hiszem, hogy megadtam volna, ez elég sok pénz. Nézi, mennyi volt az előző kézben? Mennyit emelt ő a flopon, amikor volt lapja? Ennél jóval kevesebbet. Hát, nézzük meg. Call. Here's the turn. Nem is a turn, hanem hogy ő csinál. Jó, ez valami sok. Ha ez ilyen nagyon erőszakos kangú, akkor nyert. Kétlem, hogy az... Lehet-e nálam szarabb ásza? Hát ha nálam szarabb ásza van, abból kettővel két párja van. Tehát ez vagy totál kamu, vagy egy ász, és ha ász, akkor valószínűleg jobb, mint az enyém, tehát ezt nincs értelme megadni. Jó van. Én azt mondom, hogy ász hatosa volt. Okay. New hand. De mondom, nem appellálhatok arra, hogy az ellenfelem hülye. Beljebb lennék, ha úgy játszanék, mint ő, hogy összeplikálni és prémium kezekkel, de az kevésbé izgalmas. Check. Here's the floor. Meg hát milyen úgy lenne már, ha a bemutató epizódot így végigjönném, és nem csinálnék semmit, plusz amúgy sem úgy szoktam játszani. Let's have the turn card. Hangsúlyozom, készvényes játékban a tapasztalatom a 0 és a minusz 1 közé. It's your turn to act. Rendel. Check. Let's senkinek see the nincs semmije. Vajon lett valakinek egy kettes párja? Check. Ilyenkor a kérdés ugye az, de magas. Tehát a kérdés az volt, hogy tudod, hogy ugye... Tehát a póker arról szól, hogy hibára kényszerítsd a másikat. Tehát itt a kérdésem, amit fel kellett tennem magamnak, az volt, hogy tudok-e olyat emelni, amivel az ellenfelem eldob olyan lapokat, amiket az én lapjaim ismeretében nem dobná el. Például ezt a dáma magast, amivel nyert. Tudtam-e volna olyat hívni, amire eldobja. És erre a válaszom az, hogy hát vállat vonok, nem tudom, és 30 centért nem fogom megpróbálni, mert sokkal többet kéne betennem, mint hogy megtudjuk. Jó, ez nem érdekel. Ebben érdekel, sem. Ennyi ideje csináljuk mi ezt. Nagyjából fél órája, egy 23 perce. Jó, akkor még egy kicsit játszom. Aztán szóljatok, hogy ez érdekel-e titeket, csináljak-e még ilyet. Bold. Streamen voltak, hogy nem szerettétek, mert hogy löhjű, úgyhogy nyilván ez egy annak a közönségnek nem szól, aki nem ismeri a játékot, vagy nem értékeli a játékot. Bár az is nagyon érdekel, hogy esetleg úgy néztétek ezt végig, hogy nem tudtok pókerezni. Call. Nem nagyon tudtok pókerezni, de megnéztétek, hogy mit gondoltok róla. Hogy néznétek-e ilyet, esetleg magyaráznom el még jobban, amit csinálok. Jó lenne, nem ilyen 15 másodpercem lenne minden döntési helyzetben, mert akkor jobban Fold. El tudnám mondani, hogy mit miért teszek. Fold. Raise. Ilyen kis mini emelgetések, de itt igazából az intenció a lényeg, a szándék. Mondom, a szándék volt a lényeg, az, hogy ők emeltek. Egy megadás, egy emelés. Közben vegyük észre, hogy ő behúzta a liberen a jobb lapot, és a királypár rendkívül megszívta. Nekem semmi keresni valóban okay. volt. Nem is az volt elég, hogy mennyit raknak be, hanem hogy ő megadta úgy, hogy még nem tudta, hogy a mögötte bárki más mit fog csinálni, ez egy elég jó lapot feltételez. Az, hogy ő emelt, az szintén egy jó lapot feltételez. Amiatt, hogy ő korábban úgy adta meg, ahogy olyan körülmények közt, ahogy feltételeztem, hogy Raise. Nem fogsz kiszállni, plusz 10 centért. Úgyhogy feltételezem, hogy mind a kettőnek egész jó lapja Check. Van.
Azt hiszem, mennyire azt igazából nem is gondoltam, úgyhogy rohadt bubi hattal nem volt ott keresnivalóm. Nem tudom, hogy most akciózik-e, vagy tényleg van alapja. Hát, ha megmutatja, plusz információ. Egy lap nem lap. New hand. Most vagy ezt jelenti, hogy volt valami tök jó alapja mellette, másik, vagy azt, hogy semmi volt, de nem akarta közelni. It's your turn. Egyet megmutat, az nem jelent semmit. Ebből akkor tudok csak pénzt csinálni, hogyha a későbbiekben berak pénzt és elszedem tőle, ráadásul van egy baromi ráérős csöses asszonyom a dolgunk, aki csak ritkán játszik, tehát ha emel az valószínűleg azt jelenti, hogy van lapja. Amit ugye rólam nem lehet elmondani, a hullámvasút mindig, ahogy játszom, és nem mindig kifizetődő, főleg nem alacsony téti online pókerben. Kívül hárman vagyunk, ha hárman vagyunk, a dáma 10 az egy baromi jó lap. Én szívesen elvinném azt a 2x10 centet, nem is akarok nagyon játszani. It's your turn to act. Ebben mondom az az ocsmány, hogy nem tudsz olyat hívni, amire eldobja. Mert most ki hiszi el, hogy a 3-2-2 eltalált, amikor egy csomó pénzt bejöttel. Tehát, hogy megadott egy nagy emelést a flop előtt, tehát valószínűleg, hát minél kevesebben vagyunk, annál kevesebbet jelent ez, de valószínűleg nem egy 3-2-2 flopra volt betervezve. Azért tolok be mindent, hogy néhány várakozó kézzel hiba legyen megadni. Tehát, hogy amíg egy flush húzója van, ez is matekról szól. Egyszerű példa, hogyha dobókockázásban fogadsz, hogy kitalálod, hogy milyen szám jön ki a kockán. Ha hatszoros pénzt fizetnek neked azért, hogy kitaláld, akkor nulla adós a dolog. Ha annál többszörös pénzt, akkor megéri fogadni, és az a hülye, aki a fogadást ajánlotta. Ha annál kevesebbet ajánlok, akkor te vagy a hülye, ha elfogadod. Ez is pontosan egy ilyen dolog, hadd hozzád fel ezt. Tehát tegyük fel, hogy volt két pikje. Ugye ha bejön a flush-re, akkor megver. Ha bejön mondjuk egy tízesnél nagyobb lapja, és meg ugye azzal is megver. Úgyhogy mondjuk azt, hogy nagyjából egy a négyhez, hogy ő nyer az utolsó lappal. Tehát azt kell csinálnom, hogy anyagilag ez ne érje meg neki. 2,7 dollár volt bent a kasszában, én betettem 3-at. Nagyon leegyszerűsítve mondjuk azt, hogy van bent 6 dollár, és neki 3-at kell betennie, hogy ebben részt vegyen. Ami azt jelenti, hogy 2 az 1-hez esélye kell, hogy legyen. Ilyet 33% esélye kell, hogy legyen ahhoz, hogy igazán nem emelek már minek. Here's the flop. It's your turn to act. Az egy nulla emelés, az nem jelent semmit. Here's the turn. It's on you. Nincs neked semmit, haver. Fold. Mondtam én. Kamu. Szar kamu. Szóval... 33% esélye volt, vagy nem, 33%-ot kellett beraknia, vagy 50-et, attól függ, hogy nézed. Tehát, hogy a lényeg az, hogy a nyerési esély az ilyen 1 a 4-hez, 1 az 5-hez volt, én ezt el fogom engedni, már csak azért is, hogy mondhassam a gondolatot. Hát lehet, hogy nem, ha mondjuk passzolnak. Szóval, hogy 1 a 4-hez, 1 az 5-hez körül volt a nyerési esélye, és... It's your turn. És egy a kettőhöz kellett berakni a kasszába, tehát hogyha ezt ő megteszi, mert akkor volt ilyen nyerős, és így a két pikje van, amit én feltételeztem, hogy az a lehető legjobb, amilyen lehet, egyébként még jobban nyerésre állok. It's your turn. Kár, hogy nem ad elég időt, hogy elgondolkodjak ezen. Tök inkonzisztens, amit csinált. És másik azért is, hogy megnézem nekem, ez bűzlik. Ha hatosra van, szomorú leszek. Call. Na, jó van. Nem, azért nem stimmelt, amit csinált, mert a két nagy lapos flopon passzolt, tehát valószínűleg nem tetszett neki, aztán csak megadott egy emelést, most meg visszatorrál egy nagyot hirtelen a végén. Tehát most vagy szedi le rólam a pénzt, nagyon-nagyon passzívan, és akkor szívtam, vagy hülyeség, amit csinál. Vagy kamu. Ha hülyeség, amit csinál, az kiszámíthatatlan. Nem érdemes arra felállni, hogy a másik hülye. Ha kamu, vagy hát fél kamu, vagy egy pici párja azért lett, akkor ugye én meg elviszem a pénzt. Nem tudom, mennyire volt érthető ez a kis számolgatásom ugye ezzel kapcsolatban, hogy arányaiban több pénzt kellett beraknia, mint amennyibe, amilyen arányban megnyeri ezt a lehető legjobb esetben is számára. Okay. Ez egyik lehető legjobb esetben, mivel volt értelme számolni. Ezzel emelünk, tehát hogyha mindenki eldobja a szomorú, de akkor is nyertünk, azt nem akarjuk, hogy valami kis szarra bejöjjön. És most nagyon el kell gondolkodnunk, lehet, hogy ezt azzal zárjuk, hogy én most elbukom ezt a 6 dollárt. It's on you. Ő ilyet még nem csinált, hogy egy flop előtti emelésre visszatolt egy nagyot. Tehát ez egy jó lap. A
Az egyetlen kérdés, hogy ez egy nagyobb pár, mint az enyém. Ha ez egy nagyobb pár, mint az enyém, akkor ugye 20%-om van, hogy megnyerjem. Ha ez két fölé lap, akkor 55%-om van, hogy nyerek, és akkor jó megadni. Ha valami más, akkor leszarjuk, mert akkor még jobb. Tehát az egyetlen kérdés az, hogy nagyobb párja van-e, mint nekem, azt pedig nem tudhatom. De fog elégszer kamúzni, és fogja ezt elégszer megadni két magasabb lappal, vagy egy szarabb párral, hogy ez jövedelmező legyen hosszabb távon, és nem húzta be a nyolcasát a végére, hála az égnek. Én ezt nem hiszem, hogy megadtam volna, nem is hiszem, hogy így emeltem volna a helyére. De ezt jól meg kellett fontolni, és nem volt rá elég időm, hogy kellően jól megfontoljam. A kérdés ilyenkor megint nem az, hogy ezt itt és most megnyerem-e ellene. A kérdés az, hogy hosszabb távon elégszer lesz-e 50%-nál nagyobb nyerési esélyem, ahhoz képest, hogy mennyi pénzt kockáztatok mennyiért, hogy megéri ezt csinálni. Az egy dollár, ez egy cuki összeg, a bubiat meg nem elég cuki ahhoz, hogy beletartsak, főleg, hogy most ült irányjából és fogalmam is, hogy mit csinál. Szóval ezt elengedtem. És ilyenkor csak megadhatom, de akkor egyszerűen több információ áll a rendelkezésére a későbbiekben. És tehát most 5 dáma, 3 úristen, ott van egy dáma, ami magasabb, mint a bubiaim, emel, mit csinálok? Tehát felesleges döntési kényszerektől fosztom meg magam, hogy megkívülem magam felesleges döntésektől azzal, hogy visszatolom rá, meg őt is rákényszerítem, hogy szint valjon. Tehát, hogy két fölé lappal jön, ahol... Tehát, hogy tegyük fel, volt egy ász királya. Ezzel is azért emelek, hogy kicsit csökkentsem a lehetséges ellenfelek számát, ami eléggé nem jött be. Ez pedig pocsék. Egyik, kettő közül egyiknek valószínűleg lesz egy ász, egy királya, vagy egy bubiat, ez egyre undorító. Instant passzol mindenki, egy dámával gyerek, olyan nincs, hogy én ezt megnyerem. Check. Balkinek valamilyen van. Lehet, hogy el tudnám lopni, de többször szívnám meg, mint nem. It's your turn. Hogy fogom egy ászt megadni, csak legalább úgy teszek, mint aki elgondolkodik, hogy ez egy pocsék dolog. Ász nyer, király nyer, bubi nyer, tízes nyer. De egy 10-es, 9-esen most behúzta. Fold. És a kettő között az egyiknek, mint ám mind a kettő megadott egy emelést a flop előtt, az öt legnagyobb lapból, okay. Mindkettőnek, aki valamennyi pénzt bevállalt, valamelyik biztos, hogy lesz. És nincs értelme megpróbálni kikamúzni őket, mert nem fog elégszer működni. De visszatérve az előző gondolathoz, tehát amikor mi betoltuk flop előtt, amikor két magasabb lappal, egy ászdámával, egy ászkirállyal, vagy egy magasabb, egy ászbubival, igazából mindegy is, tehát olyan lappal, aminek azért elég jó esélyei vannak ellenünk, bejön, akkor a későbbiekben sokkal rosszabb, mi szívunk a döntésekkel. Hogyha egy olyan flop jön, mert most ami a tegyük fel, hogy ász királyom, és legyen ez az öt dáma három, ez őt nem segítette semmiben. Ha én ott emelek egy tisztességeset, akkor ő azt valószínűleg eldobja, tehát kevesebbet nyerek, mintha betolnám és megadnám. Ha pedig egy ász dámája van, akkor én meg többet vesztek, ostobán megfogalmazva. Egyszerűen én nem kapok több információt voltak éppen abból, hogy milyen a flop, és mivel nekem már készkezem van, és úgy megyek bele, ezzel ellentétben ő viszont a félkészkezével, a hipotetikus ász királyával sokkal-sokkal könnyebb döntési helyzetekbe kerül, minél több lapot lát. Az, hogy már az elején betettetek vele minden, az azt jelenti, hogy elején ilyen 5 dáma, 3 flop és van egy ász királya, nem tudja azt mondani, hogy jaj, én most már inkább mégis meggondoltam magam, szeretném eldobni, mert már csak egy a nézhi az a nyerési esélyem kb. Okay. És ez nekem jó. Alacsonyabb pára nyilván, tehát abban a konkrét esetben is ez történt. Tehát ha lejön egy dáma, mi volt ez a flop? 5 dáma, 3, és akkor emelgetek. Ha lejön utána a király is, ő valószínűleg nagyobb valószínűséggel dobja el, és nem tudok duplázni, nem tudok annyi pénzt nyerni belőle, mint egyébként nyernék. Tehát megkönnyíti a döntési helyzetet, és jó esetekben többet nyerek, és rosszabb eset ritkán van. De hát itt az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, ez egy fölé pár. Ami azért négy fős asztalnál ritka. Az egyetlen dolog, ami magában nem jelent semmit. A kérdés az volt, hogy ő másképp viselkedett, mint eddig bármikor korábban az elmúlt fél órában. Mit jelent ez? És vajon az mit jelent most, hogy van egy ászunk, egy nagyon szarászunk, és mindenki emelgetett és megadta. De hát mégiscsak négyen vagyunk, a 10 cent az nem pénz, úgyhogy én ezt visszaemelek erre. Egyrészt azért, mert tök jó kis ijesztően fog kinézni, hogy én visszaemeltem két megadás után. Ó, jó, távoztunk. Kész. Ha ez egy kamu, akkor örüljön neki, de ez egy emelés, egy megadás, egy visszaemelés után nyomott be egy hatalmas összeget, tehát, hogy plusz ultrakamuzáson nem kaptuk meg ezt az embert, úgyhogy 50 cent azért, hogy tudjuk, hogy mi van, és később mit tudom, nem dumáljuk bele magunkat egy megadásba, az is megint, ez a pénzt adsz információért, amit később pénzre válthatsz.
de egyáltalán ne bánja az ember az ilyeneket, főleg akkor, hogyha a későbbiekben jól csinálja. Na és ezért 35 percnél vagyunk, hogyha lejön ez az utolsó parti mostanra, hát nagyjából nullán végzünk, plusz-minusz pár cent. It's on you. Ami hát egyszerre pozitív és negatív. Rész. Csak mert ez érdekes lesz, a kicsit nevelem a klasszát. Ő van a gombon, úgyhogy amúgy is szeretném ezt ez nagyszerű nekem. Legnagyobb pársorhúzó, szivárvány flop, tehát hogy flösesei sincs. És emelek egy nagyon tisztességeset, ha eldobja, az tök jó. Igen, nem csak annyira tisztességeset, mert most nagyon valószínűséggel én vagyok el. És ez nem egy ijesztő flop. Fold. Eldobja. Na jó. Akkor én ezt megköszönöm, okay. Már csak arra kell rájönni, hogy kell nekem innen kiülni, különben még egyet. De ezt örülök, hogy megvártam. Fold. És most bukom el a 10 dollárt egy ászfára ellen. It's your turn to act. Jó, megint ez lesz, hogy emelünk egy bazi nagyot. Fold. Fold. Na jó, ez is jó. Rá kell jönnöm sürgősen innen, ahogy ülök. New hand. Jó, szerintem most azt nyomtam, hogy távol vagyok az asztaltól, akkor el fog engedni. Utána eldobok egy fantasztikus 3-4-es. Szóval kerestünk kemény 72 centet fél óra munkával, ez önmagában mondanom sem kell, annyira nem jó óra bér, de hát mondom, a készfényzetes játékot nem ezért játszom, hanem igazából a ti szórakoztatásotokra, ha ez érdekel titeket, szívesen csinálok ilyet többet is. Szóval ez volt ez a kis póker videó, tényleg nagyon szeretném, ha megírnátok, főleg azok, akik végig bírták és végignézték, hogy mit gondoltok róla. Érdekes volt-e, informatív volt-e, és ami legfontosabb, szeretnétek-e többet látni még belőle. Előre is köszönöm, és innen folytatjuk legközelebb.